Köszöntöm online sajtótájékoztatónk hallgatóit, résztvevőit. A Magyar Szocialista Párt számára a legfontosabb a magyar emberek védelme. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban az egészségügyben dolgozókról, a szociális ágazatban dolgozókról, a pedagógusokról, a gyerekekről és magukról, az idős emberekről. Én most a kismamákra szeretném felhívni a figyelmet. Nem tudjuk még, hogy milyen hatással van a COVID-járvány a kismamára és magára a magzatra. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy a kismamákat és a magzatokat minden eszközzel tudjuk védeni. Ezért határozati javaslatot fogunk benyújtani a Magyar Szocialista Párt részéről, hogy a várandós szülők számára távolléti díj járjon, amennyiben a kismama igényli, hogy otthon maradhasson a terhessége ideje alatt. Ez azt jelenti, hogy arra kérjük a kormányt, hogy ha a kismama úgy ítéli meg, hogy ő otthon szeretne maradni a járvány miatt a terhessége ideje alatt, akkor ne táppénzt állapítsanak meg számára, hanem kaphassa meg a fizetésének a 100%-át. Én azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb dolog, amikor arról beszélünk, hogy az emberek életét meg kell védenünk, hogy kiemelten kezeljük ma Magyarországon azokat a édesanyákat, azokat a nőket, akik kismamák és gyermeket várnak. Jelenleg arról beszélünk, hogy a dolgozó embereknek az egyik legnagyobb problémát az okozza, hogy a tavaszi járvány után nem maradt szabadságuk. Elvitte a tavaszi lezárás, a nyári pihenés, és most mindenki azon izgul és aggódik, hogy mi lesz akkor, hogyha ő maga vagy a gyermeke miatt karanténba kényszerül. Itt szeretnénk azt a megoldást megtalálni, hogy se a munkavállaló és se a munkáltató ne szenvedjen ezért hátrányt. Munkavállalói oldalon nem akar további jövedelemvesztést elszenvedni, fél a munkahely elvesztésétől, és már nem nagyon van szabadságra való napja. Munkáltatói oldalon a termelés biztonságának biztosítása és a jogos gazdasági érdek jelenik meg. Ezeknek az érdekeknek az egyszerre történő kezelését kell megoldani valahogy. A kormányt felszólítjuk, hogy dolgozzon ki olyan szabályozást, mely egyszerre biztosítja a munkavállalók számára, hogy nem szenvednek el további jövedelemcsökkenést, és ezzel párhuzamosan nem szüntetik meg munkavállalói jogviszonyukat a COVID-vírus ideje alatt. Itt emelném ki, hogy nagyon fontos, hogy védjük azokat az embereket, azokat a nőket, édesanyákat, akik most gyermekeket nevelnek, vagy éppen most várandósak a gyermekeikkel. A szülők, akiknek vigyázni kell a gyerekükre, ha a koronavírus miatt bezárják az oktatási intézményt, a bölcsődét, az óvodát vagy az iskolát, most táppénzt kaphatnak, vagy még az sem. Azonban ennek ideje és mértéke is erősen korlátozott a mai ismert törvények szerint. Javasoljuk, hogy azoknak a szülőknek, akiknek a járványügyi intézkedés miatt otthon kell maradnia a gyermekével, távolléti díj, azaz teljes 100%-os fizetés járjon. Nem fordulhat ez elő, hogy a járvány hibája miatt, a járványhelyzet miatt bármelyik család krízis helyzetbe kerüljön ma Magyarországon. Itt megint csak kiemelném, hogy kezdeményezzük, hogy a várandó szülők számára is távolléti díj járjon, amennyiben a kismama ezt igényli. Azért is emelem ki, hogy természetesen nem tennénk kötelezővé, hanem csak az a kismama vehetné igénybe, aki úgy gondolja,
hogy fél ettől a vírustól, és biztonságosabbnak érzi, hogyha ő otthon marad, és így tudja saját egészségét és magzatának az egészségét megvédeni. Továbbá nagyon fontos, hogy ezeknek a kismamáknak, szülőknek teljes felmondási védelmet biztosítson a kormány. Ne lehessen azt mondani, hogy csak azért rúgják ki őket, mert ők várandósak, vagy azért, mert kisgyermeket nevelnek, és olyan helyzetbe kerülnek, hogy a járvány miatt újra otthon kell maradni a gyermekkel. Ezt nagyon sok esetben tapasztaljuk, hogy ez megtörténik Magyarországon. A gyermekes családoknak járó 12 éve változatlan összegű ellátásokat többször kezdeményeztük a Magyar Szocialista Párt részéről, hogy azonnal emelje meg a kormány, legalább a duplájára. Beszélünk itt a családi pótlékról, a gyermekgondozás segítő ellátásról, a GYES-ről, a gyermeknevelési támogatásról, a GYET-ről és az anyasági támogatásról. A megduplázandó anyasági támogatás első felét a várandóság 6. hónapjában kapják meg a családok. Biztosítson ingyen tesztelést és vakcinát a gyermeket váró családok tagjai számára. Nagyon fontos a számunkra, hogy minél jobban védve legyenek ezek a kismamák, és nagyon fontos azok a kiemelt területen dolgozó embereknek a védelme, amit már hetek óta mondunk, hogy a szociális ágazatban, az egészségügyi ágazatban és az oktatási intézményben dolgozó embereket folyamatosan tesztelni kellene a kormánynak, emellé bevennénk még azt, kezdeményezzük, hogy a kismamákat is, a várandós kismamákat kötelezően folyamatosan tesztelje a kormány, mert a legfontosabb feladat, hogy a kismamákat és a magzataikat megvédjük. A legrászorultabbak támogatása érdekében juttasson el a kormány speciális higiéniás csomagot a hátrányos helyzetű térségben élő gyermeket váró családok számára, ami azt jelenti, hogy kapnának maszkot, kézfertőtlenítőt, egyéb tisztálkodási eszközöket. Dolgozzon ki a kormány megfelelő eljárásrendet és támogatást a várandós kismamák egészségügyi ellátása érdekében a védőnői szolgálat és a terhes gondozás megerősítésével. Azt látnunk kell, hogy ez a kezdeményezésünk, amit benyújtunk határozati javaslatként a parlament elé, legfőképpen most azzal egészül ki, hogyan tudjuk a legmegfelelőbben megvédeni a kismamákat, a kisgyermeket nevelőket, és azokat a magzatokat, ami a legdrágább kincs a számunkra. Azt jól látjuk, hogy kommunikációban nagyon erős a kormány, amikor a családok védelméről beszél. De az elmúlt 10 évben láttuk, és láttuk az elmúlt fél évben, amikor legjobban kellett volna segíteni a magyar családokon, ez legtöbb esetben csak kommunikációban valósult meg. Felmérések szerint a magyar családok 40%-a rosszabb anyagi helyzetbe került a COVID-járvány kitörése óta, mint ahogyan voltak előtte való időszakban. A Magyar Szocialista Párt szerint a jelenlegi helyzetben, amikor több százezren veszítették el az állásukat, és rengeteg embernek került veszélybe a megélhetése, akkor azonnali és érdemi segítségnyújtásra van szükség. A Magyar Szocialista Párt szociáldemokrata pártként egy olyan Magyarországot akar megteremteni, amelyben az emberek segítséget és esélyt kapnak, ahol a jobb élet nem csak a kiváltságosoknak jár. Megismétlem, ennek érdekében elengedhetetlen a gyermeket nevelőknél az anyasági támogatás radikális emelése, az alanyi jogon járó családi támogatások, családi pótlék, GYES, GYET megduplázása és az ellátások értékállóságának biztosítása. Hétfőn benyújtásra kerül ez a határozati javaslat, ahol kiemelten a kismamákat és magzataikat szeretnénk
a lehető legnagyobb biztonságban tudni Magyarországon, és csak remélni tudom, hogy a kormánypárti politikusok nem csak szóban bátrak, nem csak kommunikációban bátrak, hanem támogatni fogják azt a kezdeményezésünket, amely arra irányul, hogy 100%-os táppénz vagy távolléti díj illesse meg a kismamákat, és 100%-ban fogják támogatni azt a kezdeményezésünket, hogy a szociális dolgozók, az egészségügyi dolgozók és az oktatási intézményben dolgozók mellett a kismamákat is rendszeresen tesztelje ingyen a magyar állam. Véget kell vetnünk annak az időszaknak, korszaknak, amely eltűri a növekvő szegénységet gyermekeink százezreinél, ezért minden gyermeknek meg kell adni a boldogulás lehetőségét. Ezért javasoljuk a bölcsődei gondozási díj eltörlését, a rászoruló gyermekek ingyenes étkeztetésének kiterjesztését a középiskolás gyermekekre is, és az iskola kezdéshez adott nagyobb támogatás bevezetését is. Mindezek mellett segíteni kell a családokat, a gyermek napközbeni ellátását biztosító férőhelyek érdemi növelésével. Továbbá szükségesnek tartjuk a kisgyermeket nevelőknek az eddiginél is nagyobb munkahelyi védelmet, a rugalmas munkaidő bevezetését, a bölcsődei és óvodai nyitvatartás rugalmassá tételét is. Védjük meg együtt a magyar családokat, a kismamákat és a jövő generációját. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.